Érkeztek ide hozzánk mindenféle trópusi állatok, ezzel kezdtük a mostani félidőt. Üdvözöljük itt a stúdióban Barcai Henriettát, a Szórakozó Kis Állatkert ügyvezető igazgatóját, illetve Gábort, a Boa Babysitterét, így ahogy van. Azt Egzel már említette. Kiket láthatunk itt a stúdióban, mi a nevük és milyen fajták? Behoztunk nektek egy királypitont, az én kezemben van. Ő egy olyan faj, ami a CITES hatája alól mentesül, tehát nem kellenek különösebb engedélyek a tartásához. Ő egy boa constrictor, neki viszont már elég erős követelményei vannak annak, hogy Magyarországon valaki tarthassa egyáltalán ezt az állatfajt, illetve itt a távolban van egy varánuszunk, őt viszont egyáltalán nem lehet otthon tartani, csak állatkertekben, ő egy fehér torkú varánusz. Egyébként a boa constrictorról ugye mindenki tudja, hogy neki van az állatvilágban egyedül jogosultsága arra, hogy doktorrá olvasson bárkit, ugye? Doktor Bubót is ő ajánlott a doktornak. Henny, mennyire népszerűek ezek az egzotikus állatok Magyarországon? Ugye említetted, hogy vannak különböző szabályok, hogy miket lehet tartani, illetve miket nem lehet tartani. Mennyire szigorú az egzotikus állatok tartása Magyarországon, illetve mennyire népszerű? Nagyon szigorú, mégpedig azért, mert egyre népszerűbb. Tehát az emberek egyre inkább szeretnének ilyen hüllőket tartani otthon. Most ez a CITES ugye a védett állatok, illetve a veszélyeztetett állatfajok és növényvilág védelmére jött létre. Ugye ez a washingtoni egyezmény másképpen. És pont azért jött ez létre, mert egyre nagyobb elszaporodása lett annak, hogy illegálisan vásárolnak állatokat, és ezeket az állatokat csak kifejezett tenyésztői bizonylattal, illetve CITES engedéllyel lehet megvásárolni. A tartásukhoz a papírokon kívül területileg illetékes jegyzői hozzájárulás kell, környezetvédelmi hivatal engedélye, illetve csak másodpéldányt lehet vásárolni, tehát tenyészállatot sohasem szabad eladni, csak mindig utódokat. És ugye nagyon sokszor olyan helyeken, ahol ezeket az állatokat megvásárolják, mint például állatkereskedések, nem igazán világosítják fel a vevőt, hogy mivel is van dolga. Melyek a legdivatosabb állatok, a legdivatosabb egzotikus állatok, amelyek most nagy teret hódítottak, a legtöbben tartják otthon? Pókok kezdenek szintén, ugye a kisebb fajta hüllők, mint ő is, tehát ő már sokkal nagyobbra nem nő, viszont egyre több nagyobb testű kígyót is vásárolnak, és ugye ezeket az állatokat legtöbbször még kiskorba veszik meg, és nem tudják, hogy milyen mérete lesz ennek majd felnőtt korában. Ugye egy ilyen boa is 10 éves koráig nő folyamatosan, és elérheti a 6 métert is, de hát mikor a vásárló megveszi, akkor egy kis bébi kígyó, és beteszi egy kis teráriumba, és legtöbbször, amikor már ilyen méreteket ölt, akkor próbálnak tőle szabadulni. De hát a leguánok még nagyon népszerűek, ugye az főleg növényevő, de egyre több helyen lehet varánuszt is vásárolni. Az ilyen állatoknak mi szükséges ahhoz, hogy jól érezzék magukat, nem feltétlenül ugye az otthonukba? Tehát, hogyha valaki megvásárolja, mi az, amit mindenképpen szem előtt kell tartania? Hát elsőképpen az, hogy megfelelő méretű teráriumba kerüljenek. Tehát ugye egy állatnak sem jó, hogyha nagyon szűk térbe van beszorítva. Nagyon fontos az almozásuk, sokan nem tudják, hogy mit szabad a kígyók, vagy illetve a hüllők alá tenni egyáltalán. Nagyon fontos, hogy steril legyen az az alom, tehát ilyen steril kókuszrostot használunk mi is alájuk, tehát forgács, nagyon sokan tesznek alájuk homokot, földet, ez mind felsérti a bőrét például. Illetve táplálásánál ugye nem esznek minden nap, tehát azt is tudni kell, hogy egyszer egy héten megetetjük, de akkor addig kell etetni, amíg ő eszik. Tehát olyan nincs, hogy naponta etetjük a kígyót. Illetve ugye a megfelelő hőmérséklet, folyamatos 30 fok, páratartalom, vitaminozása a hüllőknek, illetve a kaméleont is nagyon sokan tartják, az meg még nagyobb figyelmet igényel, őket kalciumozni is kell folyamatosan. Én azt gondolom, hogy... Bocsánat, igen? Nem, csak ezt muszáj mondanom, nekem is volt egy kaméleon, amit imádtam, nagyon nemrég elpusztult szegény, de nagyon-nagyon jó volt őt is tartani. Bocsánat. Szóval azt szerettem volna mondani, hogy amennyi gondoskodást igényelnek a hüllők, és hogyha már róluk beszéltünk egzotikus állatként, egy picikét a magányos emberek sportja is lehet a hüllőtartás, nem? Mert én bevallom őszintén, bár én is állattartó vagyok, nekem is vannak állataim, de egy picit meglepve hallom, hogy mégis mennyi nagyon sok törődést igényelnek ezek az állatok. Hát sokan inkább
Tehát ez úgy fordulnak ehhez az emberek, hogy nem olyan, mint a kutya meg a macska, hogy minden nap etetni, minden nap sétáltatni, hogy kevesebb törődést igényel. Tehát úgy vannak vele, azért vásárolják meg, de sokkal többet, nagyobb odafigyelést inkább, mert tényleg egy hüllőnél nagyon nehéz észrevenni például a különböző betegségeket. Nagyon későn is jönnek ezek láthatóvá, például a bőrén egy gombásodás, atkásodás, bármi, és a kezelésük is sokkal nehezebb, mert a mai állatorvoslásban még nagyon nincsenek felkészülve az egzotikus állatokra a mai állatorvosok. Tehát nagyon nehéz olyan specialistát találni, aki kifejezetten hüllőkre is szakosodott állatorvosból. És hát természetesen őket is meg lehet nálatok tekinteni, így sok van. Más társukkal egyetemben. Pont ezt akartam mondani, hogy azok az emberek, akik megveszik ezeket az állatokat, nem feltétlen gondolnak bele, hogy mondjuk a nap 24 órájából csak 4-et vannak otthon, vagy 8-at, és nem tudnak ezekkel törődni, viszont akkor elmehetnek hozzátok, és megnézhetik ezeket az állatokat, mit mutattok még a vendégeknek? Hát nagyon sok mindent tudunk mutatni, most hál' Istennek sikerült kétszeresére bővülni az állatkertnek, még egy fél hektáros területtel, ott már 2 új kifutónk van, most szeretnénk ott továbbfejleszteni, oda idén még zebrákat, illetve most aranyos sülök vannak kilátásba, úgyhogy azokat szeretnénk, hogyha megérkeznének időben, ők lennének az újdonságok. Ezen kívül az oroszlánoktól kezdve a hazai vadakon át a kisemlősök, majmok, hüllők, bármit meg lehet tekinteni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük.